Na jó hívon gyerekek a banyába, megvan az első blokk. Oh yeah, ma reggel megjött. Közel 5 éter van benne, hát gondolom 5 éter mínusz tranzakció, vagy a pool fee, vagy mit tudom én, mindegy 5 éter mondjuk úgy kerekítve. Március 2-án reggelibe megérkezett, és jelenleg azt mutatja, hogy naponta 35 dollárt keresek. Ez ugye csak az éter, még pluszba jön a Pascal ára. Havonta 1050-1043 dollárt. Mínusz az áram, ugye ebből nincs levonva az áram. Na, de hadlám, hogy mi lesz, hadlám, most frissítsek egyet. 1046. Na, kíváncsi vagyok, mikor jön a következő, tehát március 2 reggel 6 órakor. Nem tudom, most ez itten idő, mindegy, milyen idő. És reggel azt írta, hogy körülbelül 3 nap múlva jön, kapom a következőt. De most már lejött 2-re. De mondom, alig telt el néhány óra, itt tudom, vagy 4-5 óros már lejött 2-re. Úgyhogy nem lesz 3 full nap, de gondolom 2-3 nap között lesz. 5 bányarim, 700 hash, meg a hashen stabilon. Ezt bírom az Ethereum-ba, hogy B van alva, majdnem egyenes az EKG-ja. Nem szögdösik lás fel, mint a ZKS vagy az Ethereum Classic. Na, de ez a pool, ez solo pool, ugye ez az ethpool.org. Hogyha 500 meg a hash alatt vagy, akkor nem érdemes itt beanyalni, mert akkor legalább egy hét, amikor kapsz egy blokkot. Tehát 700 megahessel, hogyha kapom 2,5 nap alatt, akkor ja, aki tudjátok számolni. Na, de ja, ahogy mondtam, ez azért éri meg jobban, mert közben kapsz olyan blokkokat, amelyikkel be ankölök vannak, nagy bácsik, és akkor az 5 helyett, hát 8-at, 9-et, 10-et is kaphatsz étét. Na, de az a szerencsétől függ, úgyhogy itt a lényeg az, hogy folyamatosan itt lenni a poolon. Na, akkor nézzük a packalt. Négyezer száz. Ez változik, lesfél, ez ugrál, itt láthatni. 4600, 3800. Na mindegy, a pénz jövöget befelé. Már adtam mindent, úgyhogy most zéróról indulok. Ma 2,5 dollár jött be idáig, 9 paszkal. Mert az árak úgy fenn voltak gyerekekkel, egy hatalmason. Mondom, mielőtt kezdnek zuhanni, akkor nyomjuk el a dolgokat. Ja, mit szóltok ehhez a... Ja, amúgy a fórumon, a BTC tokenon olvastam, hogy Bitcoin token, hogy lehet jobban megérni Decredet, bánya haszni Pascal helyett. Még a Pascalon még egyrégem nincs rajta az M1-es, ugye, mert az még nem volt időm foglalkozni vele. Egyik kártya szarakodik, eznél a 73 Celsius, és napközben 83-ra megy fel az egyik benti szarakodik, úgyhogy és be kell még tegyek oda egy power supply, de hogyha már nekiállok, hogy szétszedjem, akkor át kéne építsem a fakarátről, szedjem le, tegyem fel egy rendes olyan cipős pulcra. Úgyhogy, na mindegy, ki akarom a Decredet próbálni, csak nem tudom, hol van a, nem is tudom, nem kapok kalkulátort, nézem a mining kalkulátort, hol kell a Decredet, a Nice Hash-en se láttam, hol számolod ki. A Decreddel mennyit keresél. Ja, talán a honlapikra kellett volna menjek, nem? Talán ott van egy kalkulátor, de mindegy, mert úgyse tudom, hogy mennyi lenne a hash rétem. Úgyhogy lószor. Mindegy, kipróbálom majd, napokban kipróbálom. Ethereumot hagyom ugyanott, és akkor a Decredet kipróbálom.
Úgy találom az ilyen modern bolond honlapokat, hogy csak képek, sit, görgetsz lefelé. Milyen imét nincs egy menü? Na, itt van. Mining. Proof of stake, proof of work. Mining pools. Nincs kalkulátor. Na, mindegy, raksz, vegye meg. De ja, azt mondták, úgy éri meg a legjobban, hogy nice hash-re bányászni, és direkt bitcoinba bányászni. Wow! Azt nézzétek meg a mező, hogy be van ződülve. Hatalmasan. Crazy, zíkes fejét 11. helyre. És egy kicsit lennebb, mint a 40 felett volt ma. Market cap 30 millió. Des, 46 dollár, crazy, lejött az elébb, nem volt 30 valami, most megint visszament 45-re, de mennyi volt a csúcson, 58 vagy valami, valami crazy number volt. 20 milliárd a bitcoin. Nice, 12,58. Ja, el is nyomtam pont itt 12,50 körül. Eladtam, ki kell vegyem a pénzt, meg kell a cash, pedig most jó lenne tartani az Ethereumot is, azt is eladtam. Mindent el kell adjak, meg kell a lóvé. Na, mi folyik még a fórumon, gyerekek, itt olvasgatom. A Bajkal most nagyon, hát a Dash ugye most hatalmasan profitabilis. Mennyi volt legutóbb, mikor 81 dollár, tehát ez a Bajkal 150 megahertz, 40 watt, 10 centtel, 81 dollár, 3-4 hónap alatt, ha simán veszed ugye a gyártótól, nem diszkánttal, akkor 300 dollár plusz shipping, mondjuk 340, 350, mit tudom én. Ja. 4 hónap alatt megtérül. Ha, lejött 63-ra. 4500 gigahash. Nagyon rá fog most szökni mindenki. De akkor is egy kicsi tokányizé Bajkal a 40 wattot fogyaszt. Ja, a Z-Classicnak ma odaszólt itt a kalkulátor, hát végül is lement zéróra. Valami nem mutat itt rendeset, hát azért mutat ilyen őrült számokat. De amúgy az IKES és Z klasszik is ugye felment 1,50. Na Pascal, a Pascal lejött, 5060, de ugye most vissza kéne vegyem 4000 körülire, 4000, mit tudom, 200, 5006 lenne, hogyha a másik rig is menne. 100 dollár mutat havonta, 160-at mutatott a tegnap előtt. Hogy a látott Decreed BTC-ben jobb lenne, mit szóltok? Bányász-e valaki Decreed-et? Dobjatok egy linket már a kalkulátorra. Zikes, 803 profit. Az igen. Jó, már lejött a 47 ezer. És az ár ugye fel van, mert 803 profit, 0,87. Mondjuk kicsit kevesebbet kell venni, mert soha nem értem el ezt a számot. Ritkán, néha egy-egy nap elétem, de megközelítettem. 27 dollár profit naponta. Monero az elég gyenge. 55 megahertz, 13 dollár. No interest. Klasszik az is elég jó. 660. Ó, itt fel se tettem, te hányom vagyok most én? Majdnem 700-on vagyok. Tehát tegyük akkor fel ezt is 697-re. És ezt pontosan nem tudom, de mit tudom én, 3700, 800. Én ki kell számoljam majd. Ja, Ethereum meg Ethereum Classic, az kb. Ugyanott van. És a Bitcoin 200 dollár körül a profit. Ez ugye egy izi S9-essel számolva. Antminerrel. Profit évente 2500 dollár.
Így végül is most lejött ennek is a megtérülési ideje. Mennyit fizetsz most egy S9-esét? 1500 dollár körül, plusz egy talpegység, plusz shipping, 1600-1700. Itt most kevesebb, mint egy év a megtérülési idő. Megérné venni, és ez a főleg mindenki azt jósolja, hogy 2-3 ezer dollár között lesz a bitcoin ára az év végéig, úgyhogy ja, megérné venni ebből, és csak az a baj, hogy olyan könnyen romolnak el, hogyha megbízhatóbb lenne, egyet vennék, de annyi panaszt látok a bitcoin tokenon, annyi hashboard romlik el, hogy maradok egyelőre a GPU-nál, a gyerekek. Bajkót azt vennék én is. Bajkót, ha lenne pénzem, de most nincs, mert elmenjen mindenre. Úgyhogy egyelőre nem veszek semmit. De ja, látom, követem itt a beszélgetést, figyelem a bajkóló, mit ügyködtök. Úgyhogy ja, de azért jó a videokártyával, ugye, mert tudsz ATH, ATC, Monero, Zcash, Pascal, Zclassic, stb. A bajka alatt tudsz Dash-et, meg egyéb Quark, meg ami ott X11, X mit tudom, ha van, vagy ötféle algó annak is, de... De lehet, hogy úgy a legjobb gyerekek, hogy diversifikálni, legyen egy Bitcoin minered, legyen egy néhány bajkalod, egy néhány jobbkarod. Néhány bajkalod, és egy jó pár a GPU minered. Na, mindegy, egyelőre úgy sincs pénzem, úgyhogy kár ezenne tűnődni. De ja, hogyha lenne most, ha még 3-4 ezer, 5 ezer dollárom, vennék egy vagy két S9-est. Mondjuk egy S9-est vennék a bajkalból. Na, már mutassam is meg, miről beszélek, aki nem tudna, ha bár ott a fórumon meg tudjátok nézni. De jó, ez a Baikal Miner. Ó, Team, nem a Teamre vagyok kíváncsi, miért arra kattintottam. Vagy nem, a Productra, itt jó van. Tehát itt van a Baikal Mini 150 MHz, 300 dollár. Na. Ja, 300 plusz szállítás, 4 darab összerakva, 1200, és itt van a Giant, ami 900 MHz-sel hessegtet, 2380, ja, vennék egy ilyent, és egy S9-est, ha lenne 5000 dollárom, de nincsen, s így nem veszek. De hogyha lesz egy kis plusz pénzem, veszek egy ilyen kicsikét, 300-ét, hogy éveszkedjek vele. 40 wattot fogyaszt csak. Na, de most biztos, hogy le fognak gyártani 1 millió darabot. Ez a cég, ha bolond lenne, ha nem, most hatalmas a keresletre. Jó? Na jó, ennyi volt, gyerekek. See you next time. Bye.